Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Makói Városi Televízió csütörtök esti híradója. Lássuk a legfontosabbakat röviden. Elutasították a szemétszállítási díjemelést. Így emlékezik meg Makó október 23-áról. 200 kisdiák rajzolt a jégkorszakról. Rendkívüli testületülést tartott csütörtökön a makói képviselőtestület. A grémium arról is döntött, nem fogadja el a Darek önkormányzati társulás által kiküldött új szemétszállítási díjakat. Rendkívüli testületi ülést tartott csütörtökön a város képviselőtestülete, amelyen három napi rendi pontot tárgyaltak. Elsőként a Darek önkormányzati társulással kapcsolatos döntések kerültek napirendre. A Dél-Kelet-Alföld regionális hulladék gazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás tervezete szerint emelkednének a városi szemétszállítási díjak. Ezzel a város képviselőtestülete nem ért egyet. A Darek által előterjesztett díjpolitikát Makó város önkormányzata jelen pillanatban nem tudja támogatni. Én úgy gondolom, ezt a társulást azért hozták létre, hogy szelektív személygyűjtés bevezetve olcsóbb legyen a közszolgáltatás a térségben, de viszont a díjpolitikából egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi szolgáltatókhoz képest és a jelenlegi árunkhoz képest drasztikus emelés lenne a Darek részéről. Ezt jelen pillanatban ebben a formában támogatni nem tudjuk. Elsődlegesen és Makó város lakosságát tartjuk szem előtt, hogy ne kelljen az itt élőknek többet fizetni ezért a szolgáltatásért. 86 település tagja ennek a társulásnak, s mindenhol egységes díjszabás lenne. Ez 360 ezer lakost érint, jelenleg több szolgáltató látja el ezt a feladatot, ezt kívánják egységesíteni. A testület döntött arról is, hogy együttműködési megállapodást kötnek a romániai Lugos városával. Korábbi években már volt közös határon átnyúló pályázat is, ebből tudott a makói rendelőintézet megújulni. Nagyon nyitott a lugosi városvezetés arra, hogy a következő ciklusban is Európai Uniós forrásokat hozzunk a két településre. Mindent megteszünk azért, hogy minél több közös pályázatunk legyen. Ez akár kultúra, egészségügy, sport, bármilyen területen nyitottak vagyunk arra, hogy közösen pályázunk Lugos városával, és ezért volt szükség egy együttműködési megállapodás aláírására, amelyet ma a képviselőtestület elfogadott. Az októberi rendes testületi ülésre jövő hét kedden, azaz október 27-én 9 órától kerül sor, amelyet televíziónk élőben közvetít. Koszorúzással, kerekasztal beszélgetéssel és ünnepi műsorral tisztelegnek az 56-os hősök előtt városunkban. A programok már reggel 9 órakor elkezdődnek. Mint az ország számos pontján, úgy Makón is megemlékeznek 1956. október 23-áról. Az ünnep programjai már ma elkezdődtek az Elvtársak vége című kiállítással, majd holnap reggeltől további eseményeknek ad otthont a város. 9 órakor felvonják az ünnepi zászlót, 9 óra 20-kor a Forradalmi Ifjúsági Szövetség emléktábláját, majd Fazekas Lajos rendőrőrnagy emléktábláját, végül 10 órakor Institúris Ildikó emléktábláját koszorúzzák. 12:30 veszi kezdetét a Volt egyszer egy rendszerváltás című kerekasztal beszélgetés, melynek vendégei Rákai Filip, Mihály Zoltán, Sánta Sándor és Marjanuc László lesznek a Korona emeleti dísztermében. 14 órakor kezdődik a Szabadságnapja című emlékműsor a Csanád vezértéri kopjafáknál, ahol Farkas Éva Erzsébet polgármester mond ünnepi köszöntőt, Cérbus Gábor alpolgármester pedig ünnepi beszéddel tisztelek az 56-os hősök előtt. Az ünnepi műsorról a Signum diákjai gondoskodnak, az eseménysor ezen a helyszínen koszorúzással zárul. Este 17:45-től a Csanádpalotai Lovas Egyesület fáklyás felvonulással emlékezik meg az 56-os forradalomról. Első alkalommal tartott táncházat a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A céljuk az volt, hogy hagyományt teremtsenek ezzel a rendezvénnyel. Hagyományőrző kulturális roma táncháznak adott otthont a Korona Konferencia Központ. A roma önkormányzat célja az, hogy a fiatalok is megismerjék hagyományaikat. Úgy gondoljuk, ilyen még nem volt Makón, ebben is szeretnénk azt megmutatni, hogy igenis van szükség arra, hogy ápoljuk a kultúrát, és arra is, hogy ennek otthon tudjunk adni majd egy elkészülő közösségi házban. A rendezvényre Szegedről és Hódmezővásárhelyről is érkeztek táncosok. A roma táncok alaplépéseinek elsajátításában a Vásárhelyi Roma Táncház tagjai segítettek a makóiaknak. A jó hangulatról a szegedi Kucu Banda gondoskodott, akik rendszeres fellépői a roma önkormányzat rendezvényeinek. Ból negyedjére lépünk fel itt Makón, és
negyedjére is azt látom az embereknek, hogy nagyon tetszik nekik, és nagyon szeretnének csatlakozni a tánchoz, úgy a zenéhez. Viszont azért vagyunk itt, hogy ezt most megpróbáljuk alapítani, hogy felkeljenek az emberek is táncoljanak, és ragadjon rájuk egy kis igazi roma tánc. A roma önkormányzat célja, hogy a táncházat a jövőben rendszeresen megrendezze, lehetőleg saját kultúrházában. Reméljük, hogyha tudunk majd helyet adni neki, akkor lesz folytatása neki. Egyelőre még most ugye a város intézményeit vesszük igénybe, de reményeink szerint ezt majd a saját kis kultúrházunkba is meg tudjuk majd alapítani, meg hát honosítani, hogy majd mi is elmehessünk máshova megmutatni, hogy az itteni táncosok mit tudnak. Most pedig rövid hírek következnek. Honvédelemért kitüntető címmel ismerték el a Csongrád megyei kormány megbízott munkáját. Magyarország honvédelmi minisztere október 23-a a nemzeti ünnep alkalmából a honvédelem ügye érdekében végzett áldozatos munkáért elismeréseket adományozott. Ma Budapesten a Stefánia palotában megrendezett átadási ünnepségen több mint 80-an vehettek át magasrangú kitüntetést, köztük a honvédelemért kitüntető cím fokozatait, a Maréter Pál emlékérmet, illetve emléktárgyakat és emlékplaketteket. Dr. Juhász Tünde, Csongrád megye kormány megbízottja, a honvédelemért kitüntető cím harmadik fokozatát kapta, amelyet Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és dr. Orosz Zoltán, a Honvéd vezérkar főnök helyettese adott át. Október közepére elkészült a makói térség két jelentős forgalmat lebonyolító közútja. A Magyar Közút ZRT tájékoztatása szerint hivatalosan is befejeződött a Makó-Csanádpalota közti 17 kilométeres szakasz teljes felújítása. A közel 1,2 milliárd forintos keretből megvalósuló beruházás során a pályaszerkezet cseréje mellett sor került még a patka rendezésére, az árkók és átereszek tisztítására, valamint az árok profiljavítására. A délalföldi operatív program keretében megújult a 4415-ös jelű hódmezővásárhely Földeák Makó összekötőút 7 kilométeres szakasza is, mintegy nettó 840 millió forintos keretből. Rajzpályázatot hirdetett a Makói József Attila Városi Múzeum, hogyan élt az ősember a jégkorszakban címmel. A városból és a térség településeiről összesen 199 rajz érkezett be, a legjobbakat tegnap díjazták. A rajzpályázat kiírására a jégkorszak elnevezésű vándorkiállítás adta az alapötletet, amely szeptemberben nyílt a múzeumban. Az óvodásokat és az általános iskola alsó tagozatos diákjait invitálták arra, hogy rajzolják le a jégkorszakkal kapcsolatos elképzeléseiket. A rajzokat 5 kategóriában díjazták, a legtevékenyebbek a 3.-4. kisdiákok voltak, tőlük több mint 100 rajz érkezett. A zsűri az alapján értékelt, hogy mennyire tükröződik a rajzon a kiállítás, valamint, hogy az azon hallottak, mennyire fogták meg a gyerekeket. Nagyon aranyos rajzokat kaptunk. Volt, hogy a mamut volt a veremben, és éppen az ősember próbálta dárdával leszúrni, de voltak olyanok, hogy a múzeumot rajzolták le, hogy ott volt a sok gyerek, és ott volt a kardfogú tigris, vagy éppen a mamutot. Nagyon aranyos mamutokat készítettek a gyerekek. A rajzpályázatra 199 pályamunka érkezett. Makóról és a térség településeiről, Kiszomborról, Marosleléről, ám Hódmezővásárhelyről és Szegedről is küldtek rajzokat. Voltak olyanok, akik több munkával is neveztek. Egy kardfogú tigris levadásznak az ős emberek, a háttérben vannak sziklák, és az ember a sziklán ketté töri a lándzsát. A másik rajzon pedig a mamutot és a kardfogú tigris le akarják vadászni egyaránt a hegyről ugranak le, és az ember bemegy a barlangba. És te milyen rajzzal indultál ezen a versenyen? Én 2 rajzot készítettem, ugyanazt. Az egy, de úgy, a Tyrannosaurus leüvölt egy triceratopsot, és a háttérben pedig van egy vulkán, ami kifort a láva, és fönn a fellegekben pedig két teradonon. Ludányi Péter rajza kategóriájában első helyezést ért el, míg testvére Ákos egy 4. helyet zsebelt be. A gyerekek munkáiban nagy szerepük volt a pedagógusoknak, bár a téma ebben az esetben adta magát. Igazából csak szervezni kellett a dolgot, mert minden más jött magától, mert a gyerekek nagyon fogékonyak pont arra a témakörre, amit a jégkorszak, amit az őskor
ígér a számukra, egy nagyon izgalmas világ, és fantasztikus tájékozottsággal rendelkeznek róla. Megmondom őszintén, hogy a diákjaim többet tudnak a dinoszauruszokról, mint én valaha is, tehát jóformán én is tanultam tőlük. A 25 legjobb munka alkotóját díjazták, de ajándék nélkül senki sem maradt. Mind a 199 rajz alkotója kapott elismerő oklevelet és ajándékot. Az interaktív kiállítás és ezzel együtt a Hogyan élt az ősember című rajzpályázat összes pályamunkája november 8-áig tekinthető meg a József Attila Múzeumban. Szerzői estet tartott szombaton a makói vendéglátós muzsikus Bozsogi Attila. A művész 60 éve munkálkodik, ezért szervezte a jubileumi koncertjét. Nem először hívta meg zenész társait koncertjére a sokak által ismert makói zenész Bozsogi Attila, ez már a harmadik önálló estje volt. Sokrétű műsorral készült a közönségnek, a Hagymaház színpadán léptek fel a makói magánzeneiskola fuvalásai, valamint a makói általános iskola kamarazenekara. Volt zongora szóló, gitár, dob, klarinét, és persze a jó hangulat sem maradhatott el. A régi kedvencek mellett sok új darabot is hallhatott a közönség, hosszú utat járt be az egykori makói bálak állandó zenésze. 1953-ban alakítottam meg az első zenekaromat, az is ilyen iskolai klubesteken játszottunk. Aztán itt ugrok egyet, gimnáziumban jött a második zenekarom, majd szüleim kérésére a Jogtudományi Egyetemre jelentkeztem, sikeres felvételi vizsgám ellenére nem vettek fel, de közben már a gimnázium zenekarral rendszeresen muzsikáltunk, így nem maradt más a zenészpálya. Hivatásos zenész vizsgát tettem Budapesten a Szófia utcai székházban, és aztán már kalózkodás nélkül lehetett játszani, mert volt működési engedélyem. Az első zeneszám zongora órán pattant ki a fejéből, és bevallása szerint mindig legújabb szerzeménye a kedvence. A koncert alatt vendégei mellett maga a szerző is színpadra lépett harmonika szólókkal. A szombati koncertjét jó ideig biztos nem követi másik, sőt, talán ez volt az utolsó is, hiszen, mint mondja, egyszer abba kell hagyni. Híradónk végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Elutasították a szemétszállítási díjemelést. Így emlékezik meg Makó október 23-áról. 200 kisdiák rajzolt a jégkorszakról. A hírek után néhány szó a holnap várható időjárásról. Nemzeti ünnepünk napján reggel párás lesz ismét a levegő, a nap első felében egy felhősáv vonul végig hazánkon, melyből elszórtan alakul ki eső, zápor. Az északnyugati szél átmenetileg megerősödik, reggel 7, délután 14 fok lesz. Kedves nézőink, Önök a Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látták. Ne feledjék, hogy mai híradós anyagainkat újból megtekinthetik a Makói TV YouTube csatornán, illetve a www.makotv.hu weboldalon. Most pedig lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a híradó után. 18 óra 15 perctől a társalgóval jelentkezünk, 3:47-től pedig beszélgetést láthatnak Lázár Jánossal, térségünk országgyűlési képviselőjével. 19 óra 15 perces kezdettel Egészséges finomságok címmel új főzőműsorunkat láthatják, amelyben limarával készítünk egészséges pékárukat. Kedves nézőink, ez volt a hét utolsó híradója, holnap 18 órától az október 23-ai megemlékezést láthatják felvételről, majd 19 óra 15 perces kezdettel szintén felvételről láthatják a Volt egyszer egy rendszerváltás című kerekasztal beszélgetést. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket, legközelebb híradóval, majd hétfő este jelentkezünk újból. Legyen kellemes hétvégéjük, szép estét kívánok, viszontlátásra!